újra itthon a KFOR békefenntartó misszióból hazatérő katonák visszafogadó ünnepségét tartották Nyíregyházán. Új típusú fecskendők a tűzoltóságokon. Egy 120 millió forint értékű modern, korszerű eszközökkel felszerelt tűzoltóautót adtak át Nyírbátorban. Népszerű a csok. Országos szinten meghaladta az 56 ezret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma. A KFOR békefenntartó misszióból hazatérő katonák visszafogadó ünnepségét tartották Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Koszovóból érkezett vissza a debreceni 5. Bocskai István lövészdandár 400 katonája, akik válságkezelési és békefenntartó feladatokat láttak el. A Kossuth-téri rendezvényt követően Simicskó István honvédelmi miniszter átvette Lén Lincei brit nagykövettől az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatnak szánt a tartalékosok kiképzéséhez szükséges brit felszerelési eszközparkot is. Díszmenetben vonultak be a Kossuth-térre a katonák. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár 400 katonája Debrecenből indult az év elején, és most Nyíregyházára tért vissza. Fél éves szolgálatuk alatt Koszovóban, a NATO parancsnokság alatt működő nemzetközi KFOR haderőnél láttak el válságkezelési és békefenntartó feladatokat. Objektumokat védtek, harcászati tartalékként szolgáltak, és az albán tömegeket kezelték. Az ünnepségen részt vett Simicskó István honvédelmi miniszter, aki kiemelte, elkezdődött a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztése. Ennek keretében többek között új buszokat szereznek be, lecserélik a gépjárműflottát, légiszállítási képességet fognak biztosítani, új egyenruhákkal szerelik fel a katonákat, valamint növelni szeretnék az állomány létszámát is. Ez utóbbiban nagy szerepet szánnak a tartalékos haderőnek. Tudjuk azt, hogy nincsen igazi ütőképes hadsereg tartalék nélkül, tehát tartalékosokra szükségünk van. Nyilván a fiatalokat, a fiatal generációt is megcélozzuk ezzel a lehetőséggel. Honvédelmi, honvédségi ösztöndíjat tudunk adni, rendelkezési állási díjat tudunk adni, számos olyan kedvezményt, amellyel ilyen módon is, anyagértelemben is megpróbáljuk motiválni és vonzóvá tenni a katonai hivatást. Nyilván a tartalékos rendszerben való részvétel az is egy fontos állomás, de én azt sem zárom ki, hogy mivel ez is célunk, növeljük a létszámát is a Magyar Honvédségnek korlátozott mértékben, mint egy 30 ezer fős, a 10 éves fejlesztési után végre egy 30 ezer fős hivatásos szerződéses állomány lenne, magyarul profi katonák, és lenne egy 20 ezer fős tartalékos állomány. 30 katonai jármű és 10 ezer egyenruha. Ezek a brit eszközök segítik ezentúl a tartalékosok kiképzését. A felszerelést az ünnepséget követően Ian Lindsay brit nagykövet adta Simicskó Istvánnak. Sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unióból való kilépés azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság hátat fordít a korábbi partnereknek. Ez nem igaz, különösen nem igaz ez a biztonság és a védelem területén. Szeretnénk egy erős partnerséget fenntartani Magyarországgal a védelem területén, de más területeken is, mint a politika, a gazdaság vagy a kereskedelem. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye évtizedeken át élen járt a haza védelmében, de még ma is fontos szerepe van, többek között az állomány feltöltésében. A megyében külön büszkeségünk, hogy viszonylag nagy számú tartalékosi szolgálatra jelentkezők, illetve a hivatásos szolgálatra jelentkezők száma is. A honvédség parancsnokai mindig erről szoktak tájékoztatni bennünket, hogyha ez szóba került, tehát a toborzási szempontból nagyon fókuszban van a megye, és nagy hangsúlyt fektetnek az itteni toborzó munkára. Nyíregyházán tartja első vándorgyűlését a Magyar Hadtudományi Társaság is. A közel 600 főt és 70 katonai szakértőt számláló szervezet a hadtudományok tanulmányozásával és fejlesztésével foglalkozik, de célja az is, hogy hidat építsen a honvédség és a civil lakosság között. Egyik kiemelt, deklaráltan kiemelt célunk a honvédség és a társadalom kapcsolatának az erősítése. Meggyőződésem nekem személyesen is, hogy a társadalom támogatása nélkül egy hatékony honvédség nem létezhet. Tehát mi a társadalomban élünk, ennek a része vagyunk, el kell, hogy fogadjon bennünket a társadalom, de azt, hogy el tudjon fogadni, ahhoz tudnia kell, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és mit csinálunk. A vándorgyűlés helyt ad az aktuális biztonsági kérdések, honvédelmi feladatok és kihívások megvitatásának, de a társaság tisztelegni kíván a város és a térség évtizedes katonai hagyományai előtt is. A kétnapos rendezvény része a Magyar Hadtudományi Társaság és a Nyíregyházi Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírása is. Ennek értelmében a Hadtudományi Társaság és az Egyetem a jövőben közös kutatási és tudományos munkát folytat, az eredményeket pedig közös konferenciákon, kerekasztalbeszélgetéseken, illetve kiadványokban mutatják be.
Új típusú gépjármű fecskendők segítik a katasztrófavédelem munkáját. A nyírbátori kistérségben ma ünnepélyesen is átadtak egy 120 millió forint értékű modern, korszerű eszközökkel felszerelt tűzoltóautót. Az állami támogatásból megvalósuló technikai fejlesztésekre már szükség volt a hivatásos tűzoltóságokon, hangzott el Nyírbátorban a rendezvényen. Ez az új gépjármű fecskendő segíti a nyírbátori térséget. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ünnepélyesen is átadta az országban újnak és korszerűnek számító tűzoltóautót. Sugárcsüveg hozzá. Itt ez a sugárcsüveg. Ez 400 liter per percet tud. Ha nagyobb vízigénk, ha nagyobb a tűzeset, akkor ezeket használjuk. 2014-ben állami támogatással indult el a hivatásos tűzoltóságok technikai felszereltségének modernizálása, a tűzoltó autók egységes technikai fejlesztése. Itthon ugyanis a tűzoltóságokon több mint 40 féle tűzoltó fecskendő volt üzemben, a különböző típusok fenntartása, karbantartása költséges volt. Ez a gépjármű fecskendő már ahhoz a gépjármű parkhoz tartozik, amit magyar mérnökök raktak össze Rába Alvázzal és Renault felépítéssel. 16-ban bemutatták a prototípust, és ebben az évben pedig 54 darab gépjármű fecskendőt gyártanak Budapesten, amiből 25-öt adtak át két hete Hősök terén, egy hete. És a lényeg az, hogy ebből egy került Nyírbátorba, különben az elmúlt időszakban három ilyen gépjármű fecskendő talált gazdára itt a megyében, és erősítette a megyében élők biztonságát, mert hogy ez a 290 lóerős gépjármű sokkal többet tud, mint az elődei, biztonságosabban működik, és megvan a teljesítménye ahhoz, hogy gyorsan be tudjon avatkozni. A 120 millió forintos Rába Aquadux X a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt nagy teherbírású jármű. 4000 liter víz és 400 liter oltóanyag szállítására képes. A Nyírbátorin kívül a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi tűzoltóságra is került az új típusú gépjármű fecskendőből. A katasztrófavédelem megyei igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, a legrövidebb vonulási időt szem előtt tartva, az emberek biztonságát garantálva, mindig a bekövetkezett káreseményhez földrajzilag legközelebb eső fecskendő vonul ki. Ez az úgynevezett távolsági védelem lényege. Ezért néhány technikai eszközt át kellett disztakálnunk egyik tűzoltóságról a másikra. Például innen Nyírbátorból is a második fecskendőt áttettük a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alá tartozó Baktalórendházi Katasztrófavédelmi őshöz egy fecskendőt. Kvázi az emberekhez közelebb vittük a biztonságot, hiszen Bakta és térségébe hamarabb oda fog tudni érni az a fecskendő, hogyha Baktáról indul el, mint a Nyírbátorból. Bár ezt nagyon nehéz volt megértetni, hogy azokkal az önkormányzatokkal elsősorban, akik annak idején vállalták az áldozatot, hogy saját pénzzel támogatták a tűzoltók pályázatát, de hát végül is most már én úgy gondolom, hogy ez a helyzet megoldódott, és most már mindenki megértette, hogy miért volt ezekre az intézkedésre szükség. Az új típusú tűzoltó autókon kívül két magasból mentő létre is segíti a katasztrófavédelem szakembereinek munkáját a megyében. Ezekből egy Nyíregyházára, egy pedig Kisvárdára került. A megyei igazgatóság évente átlagosan 3000 riasztáshoz vonul, amelyből 2000 a műszaki mentés, 1000 körüli a tűzeset. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a szervezetnél dolgozók köszönhetően a katasztrófavédelemben is bevezetett életpályamodellnek jelentős béremelést kaptak az elmúlt években. Országos szinten meghaladta az 56 ezret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma. Kérik a csokot új lakás építéséhez és használt lakás vásárlásához is a családok. A bankoknál szereplő adatokból kiderül az is, hogy az önerő kiváltásához egyre többen veszik igénybe a támogatást. A visszanemtérítendő támogatás kiszélesítése további növekedést hozhat az ingatlanpiacon és az építőiparban is. A 2015. júliusában bevezetett támogatás jelentős mértékben hozzájárult az ingatlanpiaci növekedéshez, és emelt a lakások négyzetméter árán is. A pénzintézeteknél pedig bátrabban vesznek fel lakásszélú hiteleket. Erősítette meg az egyik legnagyobb ingatlanértékesítő hálózat nyíregyházi irodavezetője 35 perc című műsorunkban.
Valóban nagyot lendült a csokkal együtt igényelt hitelek száma. Hát igazából körülbelül egy éve kezdődött ez el, hogy a használt lakásvásárlásra is, és az új építésű ingatlanok megvásárlásához is igénylik azt a bizonyos 10 plusz 10-es, tehát a 3 gyerekes csokot. A kisebb értékű ingatlanoknál úgy szintén van, aki ezt önerőként ennyit tud beletenni az ingatlanába, és ugyanúgy megkapja. Nyilvánvalóan megfelelő törvényi követelményeknek eleget kell tenni az ügyfélnek is és az ingatlannak is, de nagyobb értékű ingatlanoknál is, akár egy gyerekre is, négy gyerekre is, most olyan ügyfelünk van, aki 4 gyerekkel kell szeretni majd ezt a bizonyos csokot igénybe venni. A csok elsősorban a gyermekekkel rendelkező családok lakáshoz jutását segíti. A 10 plusz 10-es új lakáshoz járó támogatáson kívül használt lakásvásárláshoz hiteleknél is egyre többen igénylik az állami támogatást. A bankok egyszerűsítették az igénylés menetét, de fontos kritériumoknak kell megfelelniük a hitelt felvevőknek. 180 napos folyamatos munkaviszonyt kell igazolnia legalább a házaspár egyik tagjának. Nem lehet a KHR-ben semmilyen szinten nem szerepelhet pozitív, nem lehet már hitele, mert az ugye rontja a hitelképességét. Apróságoknak tűnnek, de például a gyerekeknek is mindenkinek kell, hogy legyen személyigazolványa, anélkül nem lehet, és az egész család egy címen kell, hogy bejelentve legyen, mert volt már ebből is kösszekuszaság, de ezt is tisztázni kell. Nem lehet semmilyen köztartozása a egyik félnek sem, tehát a NAV-tól kikért nullás igazolással kell ezt igazolni. Amennyiben vállalkozás is van a családban, a vállalkozásra vonatkozó igazolást is ki kell, hogy a vállalkozásnak sincsen semmilyen adótartozása. Ez a térkép az egyik országos napilap hasábjain jelent meg, és azt mutatja, melyik megyében mennyi igénylés nyújtottak be családi otthonteremtési támogatáshoz. Meghaladta országos szinten az 56 ezeret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma, 153 milliárd forint támogatást nyújtott az állam csokra. 24. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Beregi nemzetközi levéltári napokat. Ma a Megyeháza Bessenyei nagytermében a csehszlovák-magyar lakosság cseréhez kapcsolódó előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. A programok holnap Szlovákiában folytatódnak. A már hagyománnyá vált ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 24. Szabolcs-Szatmár-Beregi nemzetközi levéltári napok. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy bemutassák azokat az írásos dokumentációkat, amelyeket a levéltárban őriznek. Ilyenkor a szakemberek bepillantást nyerhetnek nem csak a megye írásos emlékeibe, de a határon túli közgyűjteményekbe is. Minden évben egy tematika köré építik fel a programokat, idén az 1946-1947. Évi csehszlovák-magyar lakosság cseretörténelmi körülményeit és eseményeit kutatták. Igyekszünk olyan témát választani, ami vagy aktuális és évfordulóhoz kötődik, vagy a régióban aktuális, és úgy gondolom, hogy most a csehszlovák-magyar lakosságcsere, ami 70 évvel ezelőtt történt, az nagyon aktuális lehet, hiszen sokan érintettek még, és sokan érdeklődnek a források iránt és maga iránt, a történet iránt is. A szakmai előadásokon többek között Bukovszky László is bemutatta a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség érdekvédő tevékenységét a II. Világháború után. Az elsődleges célja az ilyen rendezvénynek gondolom, hogy az, hogy felhívja a figyelmet a mának arra, hogy tulajdonképpen pillanatnyi idő leforgása alatt mire képes a politika, mire képesek azok az emberek, akik több évtizedeken, évszázadokon keresztül egymás mellett békésen együtt élnek, és bármiféle ideológiák, hatalmi, tulajdoni vagy vagyoni kérdésekre rámutatva képesek egymás ellen fordulni. Proarchívú emléklapot kaptak, akik szakmai munkájukkal segítik a levéltár életét, vagy értékes iratokat ajándékoznak a gyűjteménynek. Idén 9 díjazott vette át az elismerést. A levéltári napokhoz hasonló programok elősegítik a megye határon átnyúló kapcsolatainak megerősítését, hangzott el a rendezvényen. A 24. levéltári napok pénteken Szlovákiában folytatódik. Kassán gróf Eszterházy János szobrát koszorúzzák meg.
Különleges hangulatú előadást láthat a közönség szombattól a Művésztúdióban. A végzetes vonzerejű cigánylány Carmen történetéből Prosper Mérimée kis regénye alapján Sednyánszky Nóra készített színpadi változatot. A címszerepet Kosik Anita, Hozét Nagyidai Gergő alakítja a produkcióban. Prosper Mérimée, a 19. századi francia szerző írta azt a kisregényt, amelyből Bizet az operairodalom egyik legismertebb darabját komponálta. Az író spanyolországi tapasztalatai nyomán született az eredeti mű, amely a spanyol nép alsó osztályairól szól, munkáslányokról, közkatonákról és altisztekről. Az ízig-vérig romantikus történetet hiteles részletességgel és szabatossággal meséli el a szerző, ez a mű máig tartó sikerének egyik titka. Carmen, a cigánylány, megismerkedik az egyáltalán nem hozzáillő, talpig tisztességes Don Joséval. A fiatalember belebolondul a szeszélyes szépségbe, innentől kezdve pedig mindkettőjük sorsa megpecsételtetett. Carmen szenvedélyes drámáját ismerős dallamok, mágia és misztikum kíséri. Az előadás érdekessége, hogy intim térben, a Művésztúdió sajátos világában a nézőtől szinte karnyújtásnyira meséli el a történetet. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy szinte filmes eszközökkel, arcokat, érzéseket közelhozva, gondolatokat, ha pusztán a színész személyiségére, létezésére, ennyire a néző közvetlen test közelében megmutatva hagyatkozunk, akkor mennyire tudom ennek a történetnek a sűrűségét, az intenzitását, a végtelen szenvedélyességét megmutatni, akkor vagyunk jók szerintem, hogyha a néző szinte egy hátborzongató élménnyel távozik, miközben természetesen katarzist is átél, és örömet épp úgy tudunk neki adni ebben az estében, mint valami fajta meggondolást, újraálmodást, egy kicsit talán meghökkenést is. Tehát, hogyha erős érzelmeket tudunk ébreszteni, akkor azt hiszem, a produkció már elérte a célját. Carmen szerepét Kosik Anita játssza az előadásban. Csodálatos, mindenkinek ki kéne próbálnia. Tényleg nagyon jó, mert rettenetesen nőies, nagyon tudatos, nagyon sok titka van, amit senki nem tud, még ő se, sok mindent. És jó dolog szerintem végletekig kijátszani bizonyos dolgokat, mint egy terápiás jelleggel. Az ember őrjön a színpadon, aztán hazamegy, és boldogan élvi, meg nem hal. Carmen szerelmét Don Hozét Nagyidai Gergő alakítja. Partnereik Széles Zita, Horváth Réka és Munkácsi Anita. Az előadás fontos eleme a zene, a hangszereket Olajos Gábor és Bíró Péter szólaltatják meg. A művet, amelynek premierjét szombaton rendezik, a Művésztúdióban láthatja a nagy érdemű. Közel 140 csapat részvételével rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyességi és váltófutó diákolimpiai csapatbajnokságot szerdán Nyíregyházán. Az ötfős csapatok 4 korcsoportban versengtek egymással. A legjobbak az októberi budapesti döntőbe juthatnak. Nyíregyházán a Városi Stadion adott otthont a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyességi és váltófutó diákolimpiai csapatbajnokságnak. A versenyzők fiú és lány kategóriában, ötfős csapatokban, 4 korcsoportban, váltófutásban, súlylökésben, kislabdahajításban, diszkoszvetésben, gerelyhajításban és magasugrásban mérhették össze ügyességüket. A fiatalok között volt, aki már korábban is szép eredménnyel zárt. Tavaly bejutottam az országos döntőbe és 12. helyezést értem el. Hát idén az a célom, hogy egy kicsit jobb helyezést érek el és minél jobban sikerüljön. Az ügyességi csapatbajnokság a megyében nagy népszerűségnek örvend, idén is számos általános és középiskola képviseltette magát rajta. 2 csapattal jöttünk most ide. A távolugráson már túl vagyunk, azt szerencsésen meg tudtuk nyerni, tehát megyei bajnokok vagyunk. A kislabdahajításnak most lett vége, várjuk az eredményt, remélem, hogy ott is érmet tudunk szerezni. Mi, amikor ez ki van írva ez a verseny, minden évben eljövünk, nem vagyunk messze Nyíregyházától, tehát az utazásunk az nem probléma. Az ügyességi csapatbajnokságot egy kisebb szünet után rendezték meg ismét, idén feljutásos rendszerben. Annak örülünk, hogy ez az ügyességi csapatbajnokság korábban kikerült a Magyar Diák Sport versenyrendszeréből, és ebben az évben újra visszatette a Magyar Diák Sport Szövetség. Ez a verseny ez egy feljutásos rendszer, a városi, megyei, majd az országos verseny kerül megrendezésre.
nagy örömünkre szolgál az, hogy 140 csapat nevezett a megyei döntőre, ami nagyon szép szám. Úgy gondolom, hogy ebből az országos döntőre, ami meghívásos versenynek számít, tehát a megyei döntőkön elért eredmények alapján. Az összesített eredmények alapján magasugrásban az első 8, minden további versenyszámban az első 16 csapat jut a Diákolimpia országos döntőjébe, amelyet október 14-én és 15-én rendeznek meg Budapesten. Bejutott a legjobb 8 közé a 127.000 euró összdíjazású orleáni tornán Fucsovics Márton. A világranglista 109. helyén álló nyíregyházi teniszező 3-6, 7-5, 6-3-ra verte a rangsorban 95. kazakh Alekszandr Bublikot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A KFOR békefenntartó misszióból hazatérő katonák visszafogadó ünnepségét tartották Nyíregyházán. Koszovóból érkezett vissza a debreceni 5. Bocskai István lövészdandár 400 katonája, akik válságkezelési és békefenntartó feladatokat láttak el. A kossuth-téri rendezvényt követően Simicskó István honvédelmi miniszter átvette Ain Lindsay brit nagykövettől az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatnak szánt a tartalékosok kiképzéséhez szükséges brit felszerelési eszközparkot is. Új típusú gépjárműfecskendők segítik a katasztrófavédelem munkáját. A nyírbátori kistérségben ma ünnepélyesen is átadtak egy 120 millió forint értékű modern, korszerű eszközökkel felszerelt tűzoltóautót. Az állami támogatásból megvalósuló technikai fejlesztésekre már szükség volt a hivatásos tűzoltóságokon, hangzott el Nyírbátorban a rendezvényen. Országos szinten meghaladta az 56 ezret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma. Kérik a csokot új lakásépítéséhez és használt lakás vásárlásához is a családok. A bankoknál szereplő adatokból kiderül az is, hogy az önerő kiváltásához egyre többen veszik igénybe a támogatást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 28-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Észak-Kelet-Európa felett egy nagy kiterjedésű anticiklon található, ennek peremén a Kárpát-medence fölé változó nedvességtartalmú, hűvös levegő sodródik. Csendes, nyugodt őszi időben lesz részünk, az ilyenkor szokásosnál kissé alacsonyabb hőmérsékletekkel, úgyhogy érdemes rétegesen öltözködni, az esernyőjét viszont bátran otthon hagyhatja. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, csapadék továbbra sem valószínű, a keleti szél viszont néhol megélénkülhet. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütésre lehet számítani, csapadékra viszont egyáltalán nem kell készülnünk. Mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 17 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, fronthatás pedig nem érvényesül térségünkben. Szombattól hétfőig folytatódik a nyugodt, eseménytelen csapadékmentes őszi időjárás. Változóan, illetve gyengén felhős lesz az égbolt, hosszabb, rövidebb napsütésre mindenhol számíthatunk. Hétfő estétől érkezhetnek vastagabb felhők északnyugat felől, kedden pedig egy hideg front vonul át felettünk, amely többfelé okozhat újabb esőt, záporesőt. Szerdán a felhő átvonulásokból számottevő csapadék már nem valószínű, a hőmérséklet lényegesen nem változik majd.